A Becseiröp labdaklub 0-3 arányban vereséget szenvedett a vasárnapi meccsen a Prokupljai Toplicsanin 97 csapatától. Szettenként 21-25, 10-25, 11-25. Az óbecseiek, amint az az eredményből is látszik, csupán hárítani tudtak a tabella harmadik helyét elfoglaló csapattal szemben, míg a másik két szettben a vendégek könnyedén jutottak el az újabb három pontig, kevesebb, mint 50 perc alatt. Az első szettben próbálkoztunk, aztán pedig megbeszéltük, hogy esélyt adunk a fiatalabb játékosoknak. Pehünk az, hogy nincs elegendő edzés. Ennek ellenére elégedett vagyok a fiatalok hozzáállásával, nem volt bennük félelem. Helytálltak egy erős csapat ellen, akik viszont megérdemelték a győzelmet és azt is, hogy előrébb jussanak. Volt több hibájuk, amit mi az első szettben ki is használhattunk volna, és mindössze 2-3 pont különbség volt, sőt volt, hogy ki is egyenlítettünk. Összegezve tehát az egészet elmondhatom, hogy esélyt adtunk a fiatal játékosoknak, hogy megmutassák, ők hogyan játszanak. Ez a mérkőzés után a Becsei csapata két vendégszereplésre utazik Králjevóba, ahol a Ribnica 2 és a Futok csapatával mérik össze erejüket. Az utolsó meccsen pedig Loznica csapatát látják vendégül. A Ribnica 2 a juniorok és kadétok elleni mérkőzésen ismételten esélyt adunk fiatal játékosainknak. Ez most egy célunk, hogy ők edződjenek. Az ellenfél egy jó csapat, gyorsak, mi pedig megpróbálunk egy taktikai terv alapján játszani, és reménykedünk a győzelemben.